Erről szeretnék beszélni, és nem tudok sok újat mondani róla, vagy legalábbis nem tudok újat mondani ahhoz képest, amit már többször érintettem, hogy egy szükségletről van szó. Tehát a kultúra, a művészet az nem a szabadidő eltöltésének egy módja, hanem szükséglet, ami kell a mi egészségünkhöz, és nem csak a testi, nem csak szellemi egészségünkhöz, a lelki egészségünkhöz. Haza magasban megfogalmazza azt a szükségletet, hogy hazára is szükségünk van. Ugyanúgy, mint ruházatra, élelemre, levegőre. De ezt nem szoktuk mondani. Haza magasban összefoglalja azt a szeretett kapcsolatot, ami nélkül nem vagyunk emberek. A haza szeretett tárgya. Másképpen emberi kapcsolat emberekkel és egy tájjal, egy földdel, ahol ezek az emberek élnek. Ott, ahol otthon érzem magam. Hol érzem otthon magamat? Tehát első kérdés. Ahol szeretteim vannak, akiket szerethetek, akik viszont szeretnek, és az a föld, amit hazámnak tartok, azt is szeretnem kell, hogy az viszont szerethessen. De ahogy a föld és rajta lakó nép összefonódva az én szeretetem tárgya, ugyanúgy én ennek a népnek a tagja is vagyok, és nekem is a szeretetet munkálni kell. Mert a szeretet az nem érzelem, nem csak érzelem. Az érzelem egy parancs, egy tevékenységre való felszólítás, ami a legalapvetőbb szükségletek fedezésére készteti az embert. A kapcsolat a földdel, a tájjal szorosan összefügg az ott élő emberekkel, különösen úgy, hogyha azok azzal a szeretetükkel, amivel egymást megtisztelik és egy kölcsönösen fölépítik, annak a módszere, annak a nyelvezete, annak a mikéntje hasonló egymáshoz. Vagyis a szeretet kapcsolat, a tudomány a kapcsolatot használja, ezt a szót használja, gondolok itt elhangzott Kopmária előadására is, ők arról beszél, hogy mi azért vagyunk betegek, magyarok, Európa egyik legbetegebb nemzete, mert kapcsolataink elégtelenek, könnyen fölbomlanak, vagy nem is jönnek létre. És ezzel mondta ki a legfontosabb igazságot. És ez a kapcsolat még csak akkor jön létre, ha a szeretetet, mert a kapcsolati szeretet az fölcserélhető szó, a jó kapcsolat és szeretet, ez akkor jön létre, ha ennek értelmében cselekszem, kifejezem, kimondom, ennek átadom, megélem. Hiába szereti az anya a gyermekét, még esetleg szoptatja is, ha nem játszik vele, ha nem gyúrja, ha nem mozgatja, ha nem közli vele a szeretetet, mégpedig most ez általános érvényűen az összes szeretet kapcsolatban érvényes, a költészet, a művészet segítségével. Mert amíg csak táplálom, amíg csak melegítem egy takaróval, addig ez túlságosan természetes, de nem elegendő. A szeretet, a kapcsolat közlése az teszi valósággá a szeretetet. Ha az anya nem játszik a gyermekével, akkor nem tudja közölni a szeretetet. És erre nagy szükség van. Most erről beszélnek a pszichológusok, és hivatkoznak a hagyományra, mert a hagyomány az éltette az emberiséget.
És a tudomány nevében ezt a hagyományt, anélkül, hogy ismernénk annak minden részletét, kidobta az ablakon. És most visszahozzák. Visszahozzák a legkülönbözőbb módon, a gyermekneveléstől kezdve a pszichológiáig, de akár most mondhatnám, de ez messze vezetne, vissza kell hoznunk, hogy megmaradhassunk a Földön, étkeink megfelelően legyenek a mi táplálkozásunkra is. A szeretet körökre bomlik. Időben, és hogy így mondjam, térbeli kiterjedésben egyre növekszik. A legalsőbb szeretet kapcsolat az anya és a gyermek között. De ennek a kifejezése, megélése a játékkal, az altató dallal, az utánzással lesz valósággá. És erre épül a következő is, a gyerekek egymás közötti szeretete, a játékkal. De ezeket mind megtanulják. A néphagyomány nem más, mint a szeretet gyakorlásának az eszköztára. A szeretet gyakorlásának a módját adja meg. És ennek a nyelvhez való kapcsolódás egy szűkebb körnek a közösségét alakítja meg, ami szintén hozzá tartozik a szeretett körhöz, és ez a haza. A házastársi szeretet. Fölépül a ifjak és lányok közt kialakult szerelemre is, és fölülírja a anya szeretetet is, olyan szeretet nevében lehet a legnagyobb szeretetlenségeket is elkövetni, ha nem követjük ennek a törvényeit, hiszen a házas pár elhagyja apját, anyját, hogy egy test és egy lélek legyen. Ha ezt az anyai szeretet túlhangsúlyozásával megakadályozom, akkor több kárt teszek a szeretett lányomba, fiamba, mint bárki más tehetni tudna. A háza az emberi kapcsolatoknak az összessége, egymásra épült összessége, hazaszeretet nem a magasban az a művészeti eszköztára a szeretet megvalósításának, de ugyanúgy, ahogy a kicsi gyermek, kislány korában már a babájával tanulja azt a verset, azt az altatódalt, amivel majd a gyerekével közli majd 15-20 év múlva a szeretetet, ugyanúgy nekünk ezt a szeretetet tanítani, tanulni kell. A néphagyomány ezt biztosította, de most nem tudja már biztosítani, mert kidobtuk paraszti feleslegességnek. Minősítettük, és egyre inkább látjuk, hogy ennek a hiánya az egész néphet és az egészségünket teszi tönkre. Haza emberi kapcsolatoknak és az embereknek a földhöz, az életadó földhöz való kapcsolatának az összessége, megvalósítása ugyanúgy, mint a szeretet megvalósítása anya és gyermek között a művészettel történik. A néphagyományban egyaránt megtaláljuk a módját és eszközét annak, hogy hogy kell egymást megszeretni a szeretet parancs értelmében. A dajka dalokkal, játékokkal, az anya a gyermekkel, és hogy gyermekek egymással egy olyan gyermekjáték világban, ezt sokszor hangsúlyozom, amiben nincs győztes és legyőzött. Az igazi játék az nem a másik legyőzés, ahogy a mai világban minden játék erre megy ki, hanem az közösségnek, az együttalkotásnak, a teremtésnek, az együttlevésnek, összetartozásnak az élménye. Ezt művészi eszközökkel lehet csak kifejezni, lehet csak megélni, lehet csak átadni és belőle élni. A mai világban pedig minden játék csak a győzelemről szól. Még szépségverseny és versmondó verseny és matematika verseny és mindenféle van. De a gyermekjátékban nincs győztes és legyőzött. De hogy azt a közösséget megélje, ahhoz a gyermekjátékkel a közös alkotás öröme. Berzsenyi mondja gyönyörű szavakkal, még a nyelvújítás idejében, amikor nincsenek még elvont fogalmainkra szavak, akkor azt mondja, hogy a poézis, értsd alatt
értsd ezen költészet és művészet, poézis, mint minden más szép és jó, eredendő oka és célja a szeretet, és a szeretetből folyó teremtés. Ez a teremtés nagyon fontos fogalom. A teremtés öröme az embert a Jóistenhez teszi hasonlóvá. Mert ő teremthet, életeket hozhat létre a szeretettel. Ez a teremtéshez hasonló. Ezt a szeretetet az együttalkotás örömében, az együttalkotással válik kívánatossá a gyermek számára. Amikor a gyermek játékban a 3 éves beveszik, az 5-6 évesek, a 7 évesek, akkor gyönyörűséggel fogja a kezüket, fölnéz rá, és megtanulja azokat a lépéseket, amivel az együtt alkotás, együtt éneklés, az együtt táncolásnak az örömében megérzi a közösséget. És a legtágabb közösség ebben a sorban az a haza. Az a föld, ahol azok laknak, akik hasonló módon valósítják meg a szeretet kapcsolatot, hasonló énekkel, hasonló nyelvvel, azokkal a hagyománnyal, amit mi néphagyománynak nevezünk. És a földdel. A néphagyomány a földdel való kapcsolat is gondoskodik. Egy mai gyerek, egyik tanítványunk írt erről egy dolgozatot, nem ismeri már a háza mögöttől lévő telket, nem is beszélve arról, hogy a távolabbi környezetét, még faluban sem. Jobban ismeri a közeli városnak a plázáit, mint a saját falujának a határát. De nem jár ki már, nincs ott földje, hogy dolgozzon. De régen még ezen túl is a néphagyomány éppen a szeretet erejével szinte megtanította, megismertette a környéket. Nem nőhetett fel egy legény, addig, sok helyen ez a 20. századig megmaradt, míg a határjáráson részt nem vett. És a határjáráson bejárták az egész falu határát, néha nagy falu határolt, akkor egyik esztendőben ezt, a másik esztendőben a másik részét. És ottan megismerték a határköveket, már középkori oklevelekben is benn van, hogy határkövön ünnepélyesen, jelképesen elverték. És erre emlékezve újították meg a határjárásokon a határjeleket. Tehát olyan régi szokás volt, hogy már belekerült a 15-16. Századi oklevelekben is, itt a környékről is olvastam ilyen okleveleket, vagy határjárási jegyzőkönyveket. Meg kellett tanítani a tájra is. Ahogy az embert csak akkor tudom szeretni, ha ismerem. Ismertetni kell az embert, meg kell ismerni az embert. Azt tájat, azt a hazát, azt a kis földet, ahol az én közösségem él, azt is meg kell tanítani. Hogyan? A mesékben, a dűlőnevekben, azzal, hogy megnevezem minden részletét a tájnak, azzal elsajátítom, megnevezem, ahogy Jóisten is az emberinek rábízza a világot, és az nevet ad a rövényeknek, fáknak, állatoknak. Azzal elsajátítja magát, megismeri. És az ott lejátszó történelem, a mondákban, a helyi magyarázó eredet mondákban, és határjárásnak ez a ünnepélyes emberi fiúvá avatásnak is egy része volt, ez biztosította azt, hogy ezt a hazát az emberekkel és a földdel együtt megismerjem. És ez a haza a magasban az összessége annak a szeretet kapcsolatnak, ami az emberekhez kapcsol engem, és az emberekkel kapcsolt földdel együtt, ami kettő összefügg. Jó emberi kapcsolatok teszik csak lehetővé, hogy a földdel is jó kapcsolatom legyen. Ha nem léphetek ki a házam kertjén kívül, mert van más földje, akkor nekem nincs hazám. És erről is gondoskodott. Sajnos nem maradt sok helyen falu törvényekben rögzítve, Székelyföldön találunk leginkább Imre Istvánnak a kutatása alapján a törvényhozó falu, a rendtartó falu és a többi könyveiben ott leírták. Magyarországon erre már nem kerülhetett sor, 1700-as években Mária Terézia
Urbéri rendeletével tulajdonképpen leszűkült az emberek határa. Csak az jobbágyföld maradt, holott a megélhetését nem a jobbágyföld adta csak. Nem a telki föld, hanem a közösen használt erdő, a közösen használt ártér, a legelők, ahol az életüknek bizonyos szakaszait élményszerűen a természettel és az ottan élő társakkal együtt megismerte, elsajátította. Csodálatos leírásai vannak Kis Gézának az ormánságról, hogy hogyan őrzik a legények a lovakat, hogy őrizték valaha, amikor még őrizhették, és nem volt elvéve még a határnak a nem földművelésre használt része a úri birtokosok, a nagybirtokosok részére. A néphagyomány gondoskodott tehát arról, hogy megismerjem a másik embert, megismerjem a módját, hogy szeretetemet kifejezzem, és így arról is gondoskodott, hogy megismerjem a földet, amit belakok az én szeretteimmel, és aminek a szeretetének a kimutatásához ugyancsak a művészetet megtanulva a szeretet parancsát teljesíteni tudtam. Tulajdonképpen haza a magasban az a művészi tudás, amivel kifejezem a szeretetemet az emberekkel, és az emberekkel által lakott, az én módszeremmel, az én nyelvemen kapcsolatot teremtő közösségnek az élő földjén, ehhez való ragaszkodásomat és szeretetemet. Mivel ezek a szeretetkörök egymásra épülnek, a hazaszeretet, a haza magasban szeretete, ott kezdődik, hogy az anya szereti a gyermeket. Aztán, hogy a gyermek a gyermektársait, hogy a házastársak egymást szeretik, hogy a kortársak, az egy faluban lakók szeretik egymást, kölcsönös viszonyban, kölcsönös adásban és vevésben kielégítik ezt az életszükségletet. Kopp Mária is hivatkozik arra, hogy ezek a szeretetkörök az egyén életében is nyomot hagynak, és alakítják, és csak a legutolsó szeretetkörről, a haza szeretetről, csak annyi, amit egyben a ragaszkodást jelenti azokhoz, akik az én nyelvemet beszélik, az én művészi eszközeimmel fejezik ki szeretetüket, ez még a 20. század modern emberében is hat. Hivatkozik egy amerikai vizsgálatra, amelyik vizsgálta az Amerikába kitelepült japánokat, és a több tízezer van most Amerikában. Két részre lehet osztani őket. Az egyik ragaszkodik a hagyományaihoz. Csak japán nőt vesz feleségül, japánul beszél a gyermekeivel. Megülni a japán ünnepeket és szokásokat. A másik amerikusabb lesz az amerikusnál is, csak amerikusul, angolul beszél a gyerekeit, erre neveli. Ezek nagyon sikeresek, mert nagyon erős önfegyelemmel tudnak gazdálkodni is. Ezek gazdagabbak, mint az előbbiek, de az előbbiek 10 évvel tovább élnek. Most hogyan tudjuk pótolni ezt a néphagyományban elveszett kapcsolatteremtő szokásokat, énekeket, dalokat, mikor ezek már nincsenek? Tudja pótolni a történelem? Tudja pótolni? Milyen történelem? Úgy látszik, nem tudja pótolni, mert aki 2-3-szoros fizetésért itt hagyja ezt az országot, az annak nincs hazaja a magasban. Az nem tud elvonatkoztatni az anyagi érdekeitől, nem tudja a szeretet kapcsolatát kimutatni, mert nem tanulta meg módját, és így nem tudott szeretet kapcsolatot kiépíteni a hazájával sem. A szeretet kapcsolat kihat a emberek kapcsolatára is, és régen ez minden kapcsolatára is, és részben ez nem magánügy volt, hanem közügy volt.
mint ahogy a közösséggel ismertette meg a határt, úgy a közösség vigyázott arra is, hogy az emberi kapcsolatok is egymással jók legyenek, akár gyermekek között, akár házastársak között is. Eklézsiai jegyzőkönyv meg bizonyítják, hogy a közösség föllép, ha a szeretett kapcsolat gyengül. Még nincs válás, még nincs szeretőtartás, csak nem jól élnek, az már a közösség ügyévé válik. És a 18. század végéig, 19. század elejéig a közösség előtt kellett bevallani a megromlott szeretett kapcsolatot. Eklézsia megkövetésével. Számos baranyai és tolnai jegyzőkönyvet vizsgáltam meg. Aztán egy szűk réteg kapzsisága miatt megszakad a kapcsolat a természeti környezettel. Amikor elveszik a közösségben használt erdők, mezők, az árterek használatát, és létrejön, itt ormánság szélén vagyunk az egyke, öngyilkos kultúrává válik az egész. Mert a földdel, a tájjal, amiben benne kell élnem, a művészet eszközével, hiszen még a művészi kapcsolat a természettel is művészi formákat kaphatott, csak ezzel nem törődtünk eddig. A néprajzi kutatások, a népzenészek, Bartók és Kodály egy dallamokat keresett és dalokat jegyzett le. Énekelt, szerelmi dalok. És egy Békefi Antal nevezetű tanárnak jutott eszébe, hogy hát ő hallott már énekelni Köpülő asszonyt. Meg hallotta, hogy milyen érdekes módon játszik kürtjén a kanász, mikor hajt. És elkezdte gyűjteni a munkadalokat. Korán meghalt, hagyatékát hátrahagyva. És ebből a hagyatékból egy vaskos kötet jelent meg. A munkadalok a marhákra, lovakra és disznókra vonatkozó része. Egy ilyen vastag kötet. Hiszen az első följegyzés egy magyar népdalról, Gellért legendában olvassuk Walterrel, mikor Magyarországon jár, éjszaka hal egy dalt. És akkor megnézik, mi az. Az asszony, akinél megszálltak, hajtja az őrlőkövet, őrli a búzát, hogy kenyeret akar sütni, és közben dalol. És azt írja a Gellért legenda szó szerint, ez a magyarok szimfóniája. De a szimfónia itt nem hangszeres versenyművet jelent, hanem szimfóniának nevezték a tekerőlantot. A nyenyerét, vagy másképpen, ahogy nevezték. És kiderül, hogy egy óriási kincs, több ezer elfelejtett, már csak egy-két öregtől gyűjthető, de így is több ezer dalunk van, ami megfogalmazza a természettel, az állatokkal, a fákkal, a katicabogárral, a fecskével, a gólyával kapcsolatosan a szeretet kapcsolatot. És ez mind valahogy egy nagy horizontban azért, hogy így mondjam, helyet kap, lokalizálódik. Ez a haza a magasban. Ez a haza a magasban, ami nélkül nem lehet népnek tovább élnie. Mert ez biztosítja a kapcsolatot azzal a földdel és a közösséggel. A régi görögökről jegyezték föl, ha harcba indultak, ki akarták fejezni az összetartozásuk, egymásért vállalt áldozatkészséget. Körbeálltak, összekapaszkodtak és táncoltak. Egy körtáncot jártak, ez volt a Pürrikon, és utána mentek a csatába. A magyar tévéznek egyik stábja Groznyiba volt, mikor a csecsen-orosz háború kitört, és fölvétel készült egy öreg emberről, aki megtudja Groznyiv egyik terén, hogy az oroszok támadnak. És elkezd kiáltozni, és pillanatok alatt odarohannak az emberek. Először tanástalanul néznek egymásra, és aztán
összebújnak egyszer csak egy lánc, egy körtánc alakul ki, és elkezdnek énekelni, és egyszerre mozdulnak. A haza magasba kifejezték, ők összeálltak, ők egymásért, úgy, mint a görögök. De ezt ki kell fejezni, ezt meg kell mutatni, ezt közölni kell. A elmúlt években mondhatnám az új korban, egyre kevesebb hangsúlyt kap az a részleteiben meg nem indokolt, de azért általános gyakorlat, hogy voltak kötelező olvasmányok, olyanok, mint az egri csillagok, a Jókainak a kőszívű emberfiai, amik valahogy pótolták azokat a helyi legendákat, anekdótákat, az a helyi nevét magyarázó eredetmondákat, amikkel az ember megismerkedett a szeretni való földdel. És az rajta élő emberek szeretetének a kifejezésével. Egy vers a hazáról, egy együtt énekelt dal, haza magasban. Elénk tárja azt a művészi élményt, az együttteremtés élményét, aminek a tárgya, hiszen én teremtem meg a hazámat. És újra mindenkinek meg kell teremteni a maga hazáját a magasban, amihez öröm csatlakozni, amihez nép áldozatot hozni, a teremtés örömével azonos. Mit kell tennünk? Hiszen egy tudományos tanácskozásnak is mindig célja van, akármilyen elvont dolgokról beszélünk is. A haza magasban, ami most eltűnik, Európa nem Európa. Az a magasban, ahol a szeretteim vannak, akikért áldozatot merek hozni. Hol kezdődik ez? A gyermekdalnál, az altatónál, öccögetésnél, a gyermekjátékoknál. Mert a szeretet kapcsolat egymásra épül. Ha nincs ez a szeretet kapcsolat, anya-gyermek, gyerek-gyerek, házastárs, család között, akkor nincs értelme, nem tud fölépülni az a haza a magasban, az a szeretett kapcsolat, ami engem itt megtart, itt ezen a földön, ezek között, az emberek között, akikért teremtő együttlétben megtanultam, megvalósítottam azt a szeretetet, ami az élet alapja. Ha élni akarunk, ezt az utat kell járnunk, meg kell valósítani újra a néphagyomány helyett, vagy fölidézésével, mindegy. Ezt a szükségletet ki kell elégíteni, mert különben nyomorult betegként pusztulunk el egy nem létező hazában. Köszönöm.